Én tisztelettel köszöntök mindenkit, megint Forrai Ildikó vagyok. A mai témám a sport lesz, csak egy kicsit más megközelítésben. Ugye, ha sportról beszélgetünk, akkor annak mindenféle variációja van, a hivatásos sport, a versenysport, az üzlet, a túl kínozott ember, a bodybuilder, aki teljesen fölösleges izmokat rak magára, miközben magát az izmot nem használja semmire, csak így beáll is, befeszíti, és ezt csinálja, azt csinálja. Ugye a hiúságunknak kell. Hogy a sport, az miért lett nekünk így sportszerűen benne az életünkben, az teljesen röhelyes, mert a városi ember megközelítőleg nem mozog annyit, amennyire a szervezetét eredetileg kitalálták, és ezért ilyen pótcselekvéseket kell kitaláljon, hogy helyette, hogy most egyfolytában ül, helyette csináljon valami mást is. Nagyon kedvenc témám, és már biztos 25-ször elmondtam, és akkor 26-szor is végig fogják hallgatni, hogy a férjemnek volt egy katonatársa, amit ugye reggel 6-kor fölébresztették őket, hogy hússák körbe, mit tudom én, 10-szer a laktanyát, és mondta, hogy ő nem megy. Azt mondja, mi az, hogy nem jön? Megvan őrülve katona. Mozgás, azt mondja, nem. De akkor sötét zárka, azt mondja, jó, akkor sötét zárka. Meg nagyon tetszett neki, legalább jó alaposan kialudta magát. És akkor kérdezte a parancsnok, hogy maga megvan őrülve? Mi az, hogy nem jön? Miért nem akar jönni? Azt mondja, mert semmi értelme nincs annak, hogy itt elkezdek szaladni, ha szaladok odáig, körbe szaladom 10-szer, azt visszajövök ugyanoda, a kettő között meg nem volt semmi dolgom. Azt mondja, nem rongálom el fölöslegesen a szervezetemet, mert amikor szükség lesz rá, hogy a riska vagy a bika nekiindul és elrohan, azt mondja, biztos, hogy én érem utol, és biztos, hogy vissza tudom terelni, annak oka van. Valamelyik pár héttel ezelőtt az unokámnak oda kellett volna adni az Uszóc utcát, és busszal jöttek lefele, és megláttam itt az orrom előtt elment, nem tudta a buszsofőr, hogy hol kellett volna megállni, és én teljes tempomban, a kis laza 73 évemben, úgy futottam végig egy, több mint egy buszmegállót, tiszta tempóval, hogy, és utolértem a buszt a következő buszmegállóba. Odaadtam, kicsit lihegtem, mondták, hogy hát akkor vissza, jaj, elnézést, kérem, visszahoznak, mondom, nem, hát nincs semmi bajom. Nem okozott semmit, hogy ilyen nagyon tetszett rohanni, azt hiszem, olyan tempóba tetszett lejönni, mint ahogy a busz. Mondom, igen, hála Istennek tetszettem tudni futni, úgyhogy ez nem okozott nagyon nagy gondot. Tehát ez nem is jut eszembe, hogyha busz után kell szaladni, vagy bármi után, akkor ne szaladjak. A másik ellentétes véglet, amikor ugye a versenysportban 20 éves emberek infarktus kapnak, mert a teljesen leszálkásított testükre valami energiahitalt isznak, és azt nem tudja azt a mérget kompenzálni a szervezet, hogy megáll a szíve. Olyan hihetetlen teljesítményeket akarnak elérni vele, és úgy elgondoltam, hogy akkor is akarnám, amit mindig mondok, hogy ha nem lehetne vele dicsőséget elérni. Mindig csak egy olimpiai bajnok lesz, ugye annak idején az aboriginálok a Marlon Morgannek a Vitt hírét az igazaknak című könyvében, azt mondta, hogy hát ez nem egy jó vicc, azt mondja, mert egy örül, az összes többi megszomorú lesz, ennek ne adjuk energiát, ennek semmi értelme nincsen. A versenysportot nem tartom jónak. Már annak idején, ugye mondtam, az unokám is azt mondta, hogy de miért kell nekem úgy sport, hogy valakit legyőzzek, és azt kérte, hogy figyeljek, hogy ő harmadiknak fusson be, mert még bronzérme nincsen, és azt szeretné, hogyha barátjának is lenne aranyérme. Isteni dolog, nem? Ő neki van mindenféle színűből, mindenféle kupából, otthon az, jó, ennyi, és már utána nem izgatta magát. Tehát az egyik a versenysport, az üzlettel mindennel együtt, ott már abszolút nincs benne a szeretet vagy az örömteli dolog, hanem a mechanikus kínzás van benne, hogy elérjek egy még lassabb, még gyorsabbat, még nagyobbat, még messzebbre, stb. A másik véglet a tök hülyeség, ami szintén ugyanebben a kategóriába tartozik nekem, csak az ellenkező oldalon, amikor azt mondja nekem valaki, hogy jaj, én nem sportolok, mozgok én eleget, az közben áll mondjuk egy szallag mellett. Vagy egész nap gyalogol, de hasizom gyakorlatot sose csinált, tehát a szervezetét egy bizonyos helyen nagyon túlterheli, az összes többi része meg sem mozgatja. Én az az érzésem, hogy az lenne az ideális dolog, hogyha örömtelien megtalálnak azokat a mozgásformákat, amit szívesen csinálok. És mindenfélét, többfélét. És rendszeresen. Én mindig, mielőtt fölkelek az ágyból, én minden alkalommal tornázom az ágyba, tudom, ez nevetségesnek hangzik, de az öreg Edka mamától tanultam, hogy ugye a gerincünknek minden pontját meg kell ropogtatni, tehát annak van egy mozgás sora, biciklizek, ezt csinálom, azt csinálom, tehát mielőtt kikászálódnék az ágyból, jaj, annyira nehezen ébredek föl, meg kell igyak egy kávét, meg pláne a barátnő mondta, hogy mellé tette, hogy jaj, muszáj elszívjak egy cigit, mert nem érek. Mind a két barátnő egyébként dohányzik, és nem értem, hogy miért kell, mert ezzel, hogy biciklizek, én teljesen fölébredek. Ugye beindítom
a vérkeringésemet, a 100 biciklizés azért az 100 pár, azért az már egy akkora mennyiség, hogy attól már egy kicsit lihegek, annak ellenére, hogy megszoktam, mert már 10 éve csinálom, de én teljesen úgy pattanok ki az ágyból, hogy semmi nem berúzdásodott meg egyébként, hanem én már készen vagyok arra, hogy mozgok. És az a tény, hogy egy héten nekem 5-ször van valami, és nem okoz lelkiismereti problémát, hogy az egyik alkalommal nem tudok lemenni például az egyik edzésre, mert most valami éppen valahova máshova kell menjek, vagy valami más kell csináljak, de ugye azért abból az 5 alkalomból 3 azért mindig sikerül, és azt úgy intézem, hogy igen, tudom, nincs jó kedvem, igen, tudom, most esik az eső, igen, akkor is elmegyek. Mert magamnak örömet okozok, és tudom, hogy milyen jó az a kellemes állapot, de nem tornázom magamat halálra, bármikor megállhatok, hogyha éppen úgy fáradt vagyok, vagy nem aludtam annyit. Ez csak az örömszerző része. Hogy el tudok menni a drága kis unokámmal, és akkor mint az űrút biciklizik a Decathlonba, és pingpongozunk, és teniszezünk, és mit tudom, futkározunk, vagy bármit, és nagyon sokat mozog, de ez egy örömet okozó tevékenység, és nem verseny, hogy legyőzök egy másik embert, tehát abban nincs benne az a harc, amit abszolút nem tudok megérteni, és azt sem tudom megérteni, hogy mozgok én eleget, de közben meg mindig kérdezem a nőket, akikkel találkozom, ugye ez egy 60 pluszos torna, mondom, és miért nem jössz ide le? Jaj, nem, hát mozgok én eleget, meg hát én már elmúltam 60 éves, mondom, tudom, ott a 60 éves nálunk a legfiatalabb, mert 87 is van, aki 87 éves, és 2 órát úgy tud végig zumbázni, hogy teljes intenzitással, nem csak úgy markírozza a mozgást, hanem úgy igaziból. És ez egy örömteli dolog, akár a tánc is ilyen, volt egy jópofa kolléganom, jó nagy darab kövér, ekkora mellekkel, akkor a feneke volt, hogy csak na. Ő 3 pulóvert vitt magával, vagy 3 blusz, vagy mit tudom, micsodát, lejárt táncolni egy ilyen klubba. Azt mondja, azt se tudom, hogy tulajdonképpen milyenek a pasik, tök mindegy, hogy egy fejjel kisebb, vagy kövér, vagy ronda, vagy bármi. Jól tud táncolni, én boldogan megyek vele, végigugrálom, ömlik rólam a víz, ott van egy zuhany, lezuhanyozom, átöltözkedem tiszta ruhába, megyek haza, azt is megvolt a sport, mert a tánc lépések miatt nem érzi az ember, hogy már ez fárasztó. És a harmadik, ami nekem ehhez tartozott, egy nagyon édes 80, nem tudom, 6 vagy 84 vagy hány éves volt, egy barátnőmnek a nagypapája, egy szenzációs, gyönyörű, nagyon elegáns, összes öreg úr, akkor én voltam talán 28 éves, és mondta, hogy ő felnőtt 60 éves korában kezdett el evezni, és aztán végül evezős edzős lett, ráadásul ő a szárazföldi edzéseket csinált, tehát a teremsportba, amikor egy ilyen, hát egy... nem tudom, minek mondjam, egy nagyobb teremben egy ilyen vízcsík, és abban van benne egy evező, és hogy a mozgás, meg a mindenféle egyéb, és mondom, hogy és ez miért okoz neked örömet? Azt mondja, azért, mert amikor az ember tartja, hogy jó legyen a tartás, mindenkor nem arra foglalkozik, hogy recseg a háta, meg a nem tudom mi, és sokkal tovább, ugye, amit nem használunk, elveszítünk, és sokkal jobban, és tovább tudja használni az ember a testét, és fit lesz fizikálisan, ott nincs verseny, ott nincs olyan, hogy muszáj ennyit meg annyit elérni, de ő minden alkalom, hogy benne ül abba az evezős szerkezetbe, és ő is megcsinálja azt az adagot, amit ő elvár a sportolóitól. A pasi elegáns volt, ó, ne pocak, gyönyörű kék személy voltak, nagyon ráncos volt, és az összes nő az esküvőn azon tipródott, hogy tud-e ezzel a bácsival táncolni egyet, mert viszont valami fergetegesen jól táncolt. És akkor mondja, amikor én rám is sor került, és mondtam neki, hogy olyan Isten ilyen táncolsz, mondom, egyszer muszáj táncolni, hogy nagyon szívesen bárkivel, a hölgyek mindig nagyon meg vannak hatva tőle, én szeretek táncolni, ez is egy nagyon jó mozgásforma. Tehát én szeretném, hogyha beletennének az életükben, akár úgy, hogy karban tartani a saját testüket, és ezért, ha nem használom, elveszítem, elv alapján mozgatok minden kicsi részt, hogy az jól tudjon funkcionálni, ezzel jót teszek a szervezetemnek, senkit ne akarjak legyőzni, ha találkoznak egy-két olyan őrültel, aki győzni akar, és ő is azon kiborul, akkor hagyják győzni. Hogy hívják, hogy a unokám sakkozott, és azt mondja, hogy nekem már van olyan osztálytársam, azt mondja, aki annyira idegbajos lesz, hogyha nem nyer, azt mondja, hogy én hagyom. Azt mondja, akkor elveszítek, vagy mellé lépek egyet-kettőt, hogy ő legyen boldog, hogy most neki sikerült megnyerni egy partit. Tehát, hogy ne frusztrálja magukat az eredmény, hanem örömteli mozgássá váljon, és bármit beépíthetnek az életükbe, kortól teljesen függetlenül. Csak azt ne csinálják, hogy jaj, hát én már elmúltam 60 éves, hát most már én nem. Tessék megpróbálni, nálunk a legfiatalabb 60. Köszönöm szépen a figyelmüket, és jó egészséget is kívánok hozzá.